A Leisurely. www.leisurely.hu. Közvetítés fő támogatója a Leisurely. www.leisurely.hu. A közvetítés fő támogatója a Leisurely. www.leisurely.hu. Közvetítés fő támogatója a Leisurely. www.leisurely.hu. Közvetítés fő támogatója a Leisurely. www.leisurely.hu.
Közvetítés fő támogatója a LeisureLeaks. www.leisureleaks.hu. Közvetítés fő támogatója a LeisureLeaks. www.leisureleaks.hu. Közvetítés fő támogatója a LeisureLeaks. www.leisureleaks.hu. A közvetítés fő támogatója a LeisureLeaks. www.leisureleaks.hu. Közvetítés fő támogatója a LeisureLeaks. www.leisureleaks.hu. A közvetítés fő támogatója a LeisureLeaks. www.leisureleaks.hu.
Jó estét kívánok, köszöntöm a YouTube előtt ülő szurkolókat ezen a viharos, de szép szerda estén. Melegfront sok szélel és esővel érkezett meg. Remélhetőleg viharos este lesz a medencébe is. Viharos medence lesz a medencében is, de nem annyira vészes és vér nem fog folyni. Megkezdődik a playoff, a magyar bajnokság rájátszása. És hát furcsa módon OSC Fradival végződött az előző bajnokság, és OSC a bocsánat alapszakasz, és OSC Fradi mérkőzéssel kezdődik a rájátszás is, bár a BVSC Szolnok meccs csak már játszottak, ez a Szolnok BVSC-t, ahol is a Szolnok 11-7-re nyert, de a második elődöntő, vagy a másik ágon az elődöntőnek az első meccse most kezdődik 7:30-kor a Nyéki út úszodában. De mielőtt elkezdődik a meccs, kíváncsiak vagyunk, mit is gondol Varga Dániel erről a mérkőzésről. Ezt gondolta a Dani mérkőzésről, mindkét csapat a legjobb összeállításban lép színre. Az OSC részéről egy változás van a vasárnapi mérkőzésen, hiszen az ifjúsági játékosként Rácz Máté, 2002-es születési OSC nevelésű játékos van beírva. A Fradi viszont két helyen is változtatott, Nyíri Balázs helyett Szabó Bence van beírva, mint fiatal játékos 13-as sapkában, és center poszton cseréltek, Mezei Tamás játszott a vasárnapi mérkőzésen, de most Németh Tóni próbálkozik centerként segíteni a Fradit. És ha már a Fradinál tartunk, köszöntöm a riporterállásban Biztisányi Dávidot, most már állandó szakértőnket. Szervusz Dávid! Szép jó estét, szeretettel köszöntöm is a kedves nézőket! Dávid fog segíteni nekünk értékelni a kapus teljesítményeket és általában játékot is. A csapatok lassan elkészülnek, Lévai Marci elhelyezte a labdát a középkezdésre, még egy labda a Fradi tér felén gazdára vár, Bikári úszik beérte, Nikolás Konstantin Bikári, a olaszos neve ellenére kanadai légiós a Ferencvárosnak, ez a labda is eltűnt és most már minden készen áll, Kun György és Marjai Zsolt játékvezetése mellett, Kosztolánci György az ellenőr ma este. Érdekes, hogy megemlítetted, hogy olasz neve van Bikárinak, ugye olaszos hangzású, és pont az utóbbi hónapokban vetődött fel az a pletyka, hogy lehet, hogy az olaszok honosítani fogják, tehát ez majd az ő zenéje. Vígvári Búrján csatából Vígvári került a győztesnek, Vígvári Rendel, a Fradi fiatal üdvöskéje. És már is még Dávid csapattársa volt. Láthatunk egy érdekességet, hogy három kapást oldó játékosak ez a Ferencváros, Végvárival, Varga Dénessel és Funtulisszal, és Funtulisz a rossz közoldalon szerepel, rossz közhátsóként. Kíváncsi vagyok, hogy milyen szerepet száll neki Varga Zsordon a találkozón. Érdekes támadás is volt, Vikári kapott bejátszást, ilyen messzire próbálta rácsolni, de nem kapott kapura. Itt egy körúszás Vikáriról úszott meg. Várnai Kristóf. Bocsánat, igen, Vikár viszonylag Várnai, és harcolta ki a kiállítást. Az első emberő mérkőzésen egy OSC megjátszás, erdélyi Burján, Salamon. Salamon Hárainak, Hárai tovább Manhersznek, ilyen Manhersz. Manhersz tőlés, hogy Fogel hárította. És ha Funtulisznál megemlítettük, hogy rossz kézen szerepel, és már Erdély Balázsról is el lehet mondani, hogy
javarészt már inkább a rossz közoldalon játszhatja Varga Dániel, hisz ugye neki is kapásra oda az elsődleges pozíciója. Kapás szélső volt ráadásul. Varga Dénes próbál pozíciót szerezni, búrjá rajta. Nagy lövés, de Lévai a helyén volt. Lévai bal kezéhez laposan érkezett a lövés. És Mufló kapusnak megvan az első védése, úgyhogy ez azt feszíti előre, hogy a mezőnyjátékosoknak nem lesz könnyű dolga. Hát mindenképpen kemény mérkőzésre számíthatunk, hiszen elődöntőről van szó. A vasárnapi már csak két csapat között is nagyon élesre sikeredett. Két gólos Fradi vezetés volt fél időben, és abból lett két gólos OSC győzelem a végén. De egyetlen gólt se adtak ingyen. A Salamon se kap ingyen. A jó lövését Fogel maga biztosan hárította. Láthatunk egy repülőcserét is rögtön. A Ferencváros centerposzton cserélt Németh Tóni érkezik Vikári helyére. Végvári szabadon. Várnai Bekel Németen is. Varga beadása, elnézés beadása, kicsit erősre sikerült és átkattant Németnek a kezén. Igen, nagy bravúr lett volna, hogy ez a passz sikerül. Kettő-kettő csere a OSC-nél is, Tóth Márton érkezik Hárai helyett, és Dala Dömel érkezik Várnai Krista helyett, tehát centerback párcserét hajtjuk végre. Dala elzárás kapás oldalon, Tóth megérkezik centerbe, Dala nagylóvával. Hárman támadják, el is veszik tőle a labdát, Vámos sodorta a kezéről, és akkor a back oldalon a Fradi is cserél. Pól helyett érkezik a Fradi olimpiai világ és Európa bajnok régiósa Nikola Jaksics. Több bejátszás centerbe, és az új szabály szerint egy ilyen jó bejátszás 5 méterest ér. Érdekes szituáció volt, kíváncsi vagyok ilyenkor, hogy mi a hivatalos álláspont egy ilyen helyzetnél, hisz Lévai nagyon jól jött ki a kapuból és nagyon jól szerzett labdát. De tényleg az új szabályok alkalmazási értelmében ez tényleg 5 méteres. De mindenképpen meg kell említeni, hogy Marci az egyik legjobban kijövő kapus, és tényleg úgy tud kijönni a kapuból, hogy ebből több minél labdát tud szerezni. Ilyen modern kapusoknak ez már alapvető szükséglete, hogy az irányába álló centereket. Hát igen, és nem egy könnyű dolog, tehát már nagyon sokat kell gyakorolni, tehát tényleg nagyon jó érzék kell hozzá. Ez túl hamar jössz ki, akkor úgy van, és ez ebben Marci tényleg egészen kiváló, de Fogelsóma is nagyon jól tudja ezt alkalmazni. Buncsuk centerben, Németh Tóni a hátán, érdekes megoldás, taktikai fegyver, Erdély Manherz. Erdélyi Manherz. Erdély lődösének ki. Erről is a lepattanót Varga Dénes és Szedlmájer. Nagy a bravúr Fogásomától, hisz a blokk mögé kellett benyúlnia egy kellemetlen pattintott lövésre. De egy kiállítás lesz, Jaksi csúszott be középre, és egy kiállítás Buncsú, de Buncsukot a centerről állítják ki, tehát Németh Tóni szerezte a kiállítást, Buncsuk elég kiáll, Zalánki Varga, Szedlmájer, Szedlmájer becsempészi, és itt a másik érdekesség, hogy Szedlmájer, aki ugye alapjáraton már inkább rossz kézoldali játékos, ő pedig most kapáson tűnik föl. Hát úgy néz ki, hogy Varga Zsolt is elkezdte keverni azokat a bizonyos lapokat, és eddig jól is működik, hisz két góra elléptek az OSC-től. Szentfüles gól volt. Nagyon-nagyon szép volt. Pont ugye az OSC szolnok mérkőzésen láthattunk kettő ilyen gólt, és egyet ugye Búrjántól, egyet pedig Erdély Balázstól, mind a kettőt rossz kéz oldalról. Varga Dénes is pihenőt kap. Csacsovszki, Manherz, Erdély most kapás oldalon, center nem látható,
nem, és Marja játékvezető úgy gondolja, hogy ez szabálytalan volt, úgyhogy de nem a centerből állított, hanem Zalánkit állították ki Erdélyről, mezőnyből, érdekes, Erdélyi, OST ember előny, Burján, és Hárait Vámos fogta szabálytalanul, a kettős emberen egy pár másodpercig Manó, Erdélyi, Manec, arrébb húzódik, nagyobb kattint a vízre, de fölé megy a lövés. Én érzésem szerint még a kettős for legelején Erdély Balázsnak volt egy nagy helyzete, viszont ha jól emlékszem, hogy egy ilyet elpuskázott, talán vagy az előző Ferencváros mérkőzésen, vagy talán még pont a Szolnok ellen, és lehet, hogy ez az ő fejében benne volt. Igen, szokták mondani, hogy vízilabdák közökben jó helyzetni nem kell jó. Ez a játék szépsége, labda nélkül ítélik a játékvezetők a kiállításokat, most már a labdóra kerül, akkor labdával nem. Természetesen az OSC szurkolók ennek most örülnek, a Ferencvárosiak kevésbé. Varga Zsolt edző is számon kérte ezt a játékvezetőkön. Erdélyi. Erdélyi mellé. Én szeretem megjegyezni, hogy azért tényleg a nagyon nehéz dolga van a 14 játékosnak a vízbe, de higgyék el az emberek, hogy kint a parton a két játékvezetőnek is iszonyú nehéz megítélni objektíven, és tényleg 32 percen keresztül ugyanúgy az ítéleteket. És hát így is volt egy labda nélküli. Vikári szerezte a kiállítást, és Várnai a kiállítás sorsán. Vámos. Guntulis. Jaksics. Jaksics a megszokott cowboy lóbájával lasszózott egyet. Ezúttal a ereje a lövésnek nem volt. Búján Gergő nagyon szépen életudasította meg a könyökért. Csacsovszki. Jaksics van egy pont, lehet az előző mérkőzésen kijött két hasonló helyzete maradt meg, hogy ezt nem lőtt el egyből. Van Herc. Csacsovszki. Le a szélre Búrjánnak. Manó középen. De a blokkot talál. Vikári blokkja volt jó helyen. Szerencsésen visszapattant az OSC. Ez újabb 20 másodperc a támadőjét kapva ezzel. Mozgás a kapás oldalon. Csacsovszkinál labda. Két center, másik centerekbe összik Erdélyi. Erdélyt elég komolyan meggyepálták ott a két méteres vonal környékén. Nagyon szép akció volt pedig. Salamon a bejátszása. Jaksics szerelése volt teljesen szabályos állítólag. Hára és Bikári próbálják eldönteni, hogy kinek van útjoga a medencébe. Ez általában az erősebbnek szokott kedvezni. Nem tudták eldönteni. Centerbe Jaksics Szilárd. Szokatlan módon. Csacsovszki a hátán. Vámos, Kuntulis. Kuntulis úgy próbálta eldobni a labdát, hogy Hárainak vissza kelljen mennie érte, fontosan. Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy ilyenkor mi a szabálypont, és hogy kinek kell elvégezni. Ugye? Hát az, igen, erre volt a játékvezető, aki azt mondta, hogy attól, mert nem látta, attól neki tudni kell, hogy ott a labda. Tehát ez nem... Van Herc, Csacsovszki. Hárai gyilkolják, most éppen Funtulis. Salamon tovább Erdélynek. Gyönyörű passz volt Salamontól. Erdély megpróbálta beátszani a Hárainak, de Hárai a folyamatos gyepálástól már. Igen, és az előző támadásnál Vikári nagyon-nagyon jól alkalmazta azt a megállok, elindulok, és ezzel is fárasztom az ellenfél egyik legveszélyesebb játékosát. Már csak 4 másodperc a negyedből. Német Tóni vállalkozik lövéssel, amit lével egy csemeg. 0-2 az első negyed végén.
közvetítés fő támogatója a Leisure Leaks. www.leisureleaks.hu. Közvetítés fő támogatója a Leisure Leaks. www.leisureleaks.hu. És akkor lássuk a második negyedet. Itt is szeretnénk megköszönni a Leisure Leaks támogatását, aki a közvetítésünket lehetővé tette. De hát 2-0-ra áll a 0-2-re áll pontosan az OSC Fradi rangadó. Bajnoki playoff elődöntő mérkőzése, ugye szabály ismétlés gyanánt. 6-0-ra áll a két csapat pár viadala, ugyanis az alapszakasznak hozott pontokat a playoffba is megőrzik. 7 pontot kell elérni a döntőbe jutáshoz, tehát a Ferencvárosnak háromszor kell sorozatban nyernie, hogy bejusson, az OSC-nek meg 3 meccs közül elég egyet is megnyerni, és már is döntőben van. Nézzük a mérkőzést, Vígvári Németh Tóni centerben, nem megjátszható, Holzoli egyébként rossz oldalon, Jaksa Pól, Jaksics, Pól újra, Pól bejátsza, de az előbb is elemzett módon Lévai villámgyorsan ugrott ki a kapujából és csent el a talán egy picit hosszú paszt. Én részemről egyébként nagyon-nagyon öröm azt látni, hogy végre egy Vígvári, aki elmegy labdára a középkezdésnél, vagy a mélyedkezdésnél, és el is tudja hozni ezt a labdát. Úgy érzem, némi élet van a hangodban. Nem, semmiképpen sem. Csacsovszki kezében pedig lövés volt és nem él, de sajnos a Fradi blokkolása Vígvári részéről legalább olyan jó volt, mint a lövés, első jutott a kapuig, Varga Dénes. A Fradi nagyon koncentráltan játszik, és ez a védekezésben, a blokkokban tűnik föl. Jaksics rendkívül szabálytalan módon hámozta át magát Tóth Mártonon, Marci mindkét keze kín volt. És ott egy tőle megszokható. Játékvezetők ezt nem ítélték így, és aztán utána így tőle szabad is maradt az út. Érte a... Rendkívül sportszerűt lelépés ez az ő részéről, de hát ő tudja. Csacsovszki. Erdélyi. Csacsovszki. Szilárdi a játékban. Így, Szilárdi lövése éri el a kötelet, Fogel védése után, tehát szöglet, sarokdobás következik. Szilárdi nagyon jó megoldást választott ezzel a lövésfajtával. Majdnem meg is lepte. Fogel szépen kitornázta, igen, de sarokdobást tett belőle. Dala megy elvégezni. Vígvári szépen ment el Szilárdi mellett, de szabálytalanul. Salamon, erdélyi szép centerjáték Tóth Mártonnak. Pól még mindig fogja Tóth Marci nyakát. Jogos a kiállítás, erdélyi, Szilárdi. Salamon, Csacsovszki, vissza rossz kéz oldalra, Szilárdi viszi le. Hát egy újabb nagyszerű blokk Ferencvárosi oldalon. Dubin nagyon jó helyen állt, talán mintha könyvből olvasta volna ezt a
figurát. Igen, így, hogy az OSC-nek most nincs bent balkezes játékosa, így nagyon a bal oldalra tolódik az OSC támadó játéka, és azért ezt a Ferencváros is kihasználja. Varga, Zalánki, Jancsik, Varga, Zalánki a szélén. Jövő nagy lövése, de a belső kapufáról kifele pattan. Ez már most jól látszik, hogy a Ferencváros megpróbál egy sokkal erőszakosabb, talán durvának is mondható játékkal kirukkolni ma. Eddig kedvező eredménnyel, hiszen 3-0-ra vezetnek is Salamon. Salamon lövése lepattan a blokkról. Filádi center környékén, megérkezik Hára is. És érdekes lesz, hogy Varga Dénessel fog pozíciót fogja ki. Varga Dénessel fog helyét fogja, nagyon szép. És játék, Varga Dénes sajnos képtelen volt tartani Hárait. Próbálta a fülét fogni, de nem sikerült, és a bejátszást végül Hárai megkaparintotta, és egy kisebb játék után Varga Zsolt edző nem ért egyet ezzel a góllal, hosszasan reklamált Kulmi játékvezetőnél. De a gólt megadták, 1-3. Jaksics. Vígvári. Vikári centerben. Fradi Kispad egyszerre kiabált kiállítást, és Kuni játékvezető meg is hallotta. Bulcsuk kiáll. Varga Dénes. Vámos. Gyönyörű szépen lőtte vissza rövidre a labdát, Hárai blokja mellett. Talán amit Vámos Mártontól az elmúlt mérkőzéseken hiányolhatunk, azok ezek a helyzetek és ezeknek a helyzeteknek a fölvállalása. Nyilván az én véleményem, hogy a világ 4-5 legjobb balkezesének az egyike, és vannak napok, amikor ő a legjobb, de hát így van ezzel Zalánki is, úgyhogy a Ferencvárosnak ez a nagy előnye, hogy két ekkora klassz is van a el kell mondani, ugye, hogy Vámosnak nehéz szezonja volt, így hiszen van. Kétszer is visszaesett és covidos lett, nagyon nehezen tette túl magát rajta, talán a fizikuma még nem a régi, de minden esetre ez a gól, ez nagyon szép klasszis megoldás volt, ahogy a blokk mellett visszalőtt a rövidbe. Ezt ő talán 10-ből 9 és félszer tökéletesen meg tudja csinálni. Hát ezért a világ egyik legjobb játékosa pontosan. Szilárdi, erdélyi. Erdélyi lövés a pattan fölé. Sípolás van. Hát igen, egyik játékvezető, és azt kell, hogy mondjam, meg kell dicsérjük Marjai játékvezetőt, hisz nem tudta eldönteni, Kun se tudta eldönteni, ezért megállították a játékot, és a zsűrivel konzultáltak, akik úgy határoztak, hogy legyen szöglet. Fradi Kispadja további eszmecserébe bocsátkozik Kun György játékvezetővel. Úgyhogy én jó magam szeretek kritikus lenni mindenki, vagy a játékvezetőkkel is, de azt gondolom, hogy ez meg kell dicsérni őket is akkor, amikor tényleg kifejezetten jó döntést hoznak. Nyilván ki lehetne elemezni, hogyha lenne visszajátszás, hogy tényleg az volt-e, de... Igen. De hát nekik nincs ilyen eszközük, így és van. Képernyőjük. Burján, erdélyi, Salamon, center megjátszható, de a paszt. Kultúriszt nagyon szépen visszaúszás közben halászta le levegőből. Az előző mérkőzésnek az első fél idejében is ezt lehetett sokszor észrevenni, hogy a Ferencváros így szerez labdát. Ugye elsősorban Zalánki és Vámos volt, aki így módon szerzett többször is labdát. Most ezt Jánit Kultúriszt oldotta meg. Erdélyi szerel gyönyörűen centerből. Vikári a nagy halál közepén, erdélyi két kézzel gyönyörű szépen kitéve csempészte el a labdát. Ilyet is ritkán látunk manapság.
center backben a szerelés nagyon ritka madár. Balázs, ha már felúszott, kapura is lőtt, de ez Fogelnek csemege. Ára Jaksics Laukon szobor. Dumi a labdával. Mikári centerben. Mikári hatalmasat kiabál. Így van, és ez. Véleményem szerint ez is egy jó ítélet, hisz azért azt gondolom, hogy Bikári a támadás elején azért egy jócskán talán kontrát érően fogott pozíciót. Manhert. Center csere történt az OSC-be, Tóth váltotta a hárait, Erdélyi. Manhert szabadon. Manhert lövés, és Fog egyönőre elhárította. És nagyon szép volt az, ahogy Funtulisz és Vámos megértették egymást egy ellenfél megzavarására törő megtámadásra a két ember közül. Salamon. Tóth szabadra játsza magát, de Vingvány nagyon szépen húzódott vissza. Manhert. Manhert egy ejtéssel próbálkozik, de ahogy a Szabó Zoli mondta a vasárnapi közvetítésben, aki Fogás Somának beejti, az meg is érdemli. Nagyon nehéz Fogának volt ejteni. Így van, és azt gondolom, hogy ennyi jó védés mellett most már szerencséje is kell, hogy jöjjön. Ez lehet, hogy ha ez lejjebb megy, akkor befért volna, de hát annak van szerencséje, aki megdolgozik érte. Funtulisz lövése pattan vissza Ferencvároshoz. És igen, Erdély a bekkerés közben még arra is volt ereje, hogy blokkoljon. Funtulisz Varga Dénesnek, Varga Dénes fölfele dobja a labdát. De aztán utána tud nyúlni. És egy kis értetlenség most az OSC játékosok között. Igen. Búrján és Tóth Márton. Ezt nyilván igazából csak Varga Dániel tudja, hogy mi volt a taktikai utasítás a mérkőzés előtt, hogy gyakorolták ezt a szituációt, és biztos készültek arra, hogy a Varga Dénesnek a beindulásaira hogyan és miként kell majd reagálni. És nagyjából pont egy támadó idő van még a OSC rendelkezésére. Egy kicsit közelebb tudja magát tornázni. Fél időből. Erdélyi. Manhert. Erdélyi. Sok minden megpróbált hárain, de végül csak megkapta a kiállítását. Csacsovszky, Erdély, Manhert. Dala viszont két méteren belül volt, 5 másodperc hátra a fél időből. Közvetítés fő támogatója a LeisureLeaks. www.leisureleaks.hu.
közvetítés fő támogatója a Leisure Leaks. www.leisureleaks.hu. Közvetítés fő támogatója a Leisure Leaks. www.leisureleaks.hu. Közvetítés fő támogatója a Leisure Leaks. www.leisureleaks.hu. Kezdődjön hát a második félidő. Közvetítésünk a Leisure Leaks támogatásával valósult meg ma este. Megint Kúrján, Kúrján, Szedlmájer párhazból Szedlmájer hozza a labdát, így két végvár egy Szedlmájer labda elhozás után 3-0-ra vezet ebben a kategóriában a Ferencváros. Zalánki, Marga Dénes, Kontulisz, Kontulisz Zalánki, oda-vissza többször, Pól a szélen. És csúnyán pattant meg Funtulis lövése, de Léva is sikeresen kitornázta, hogy magához ölelt a játékszert, hogy szebben fogalmazzak, Csacsoszki. Németonnak majdnem sikerült bestukkolni a labdát. Tóth centerben. Nagyon szép passz. Csacsoszki gyönyörűen játszotta be, annyira szépen, hogy 5 méteres térdemel. Hát igen, Tóth Márton 36 évesen is hintába tud rakni egy jelenleg is válogatott Euróba-bajnok bekket. A passz is megér egy piros pontot és így a van, így van. Forgatát is. Hát csacsokszizod ezt most már tényleg az utóbbi hetekben nem megszokott. Én azt gondolom, hogy igen. Van Herz az 5 méteressel, fog el a vonal előtt még. Ilyen is ritkán van. Van Herz kiejtette a kezéből, és a szabály szerint az 5 méteres büntetődobást egy darab egyenletes mozgással kell elvégezni. Német Tóni Dala csatából jött ki Tóni győztesen. Dala kiállításon Szedlmájer. Kontulisz. Dalánki. Dumi. Szedlmájer 1 méteren volt, a labdát is arrébb teszi. Sziládi húzza meg a jobb szélt, friss cseleként Burján. Elől Marherc is, tempó előnyben. Ha nem is a szabályok szerint ugye ez is egyértelmű 5 méteres. Igen, Varga Dénes minden rutinjával ezt megoldotta ezt a helyzetet, hisz nem a kezét használta, hanem az oldalát, illetve a jó lábtempóját. Amit tilos, tehát hozzáérni is tilos a játékoshoz, teljesen szabálytalanul. Azt gondolom, hogy a Ferencváros fölön nem lett volna itt nagyon nagy reklamálás, ebből 5 méteres titulnak. Teljesen szabálytalanul, de a bírók szerint. És nézzük egy friss Bikári lövést. Bikári nagy lövéssel, center lépére. Ezért Bikáriról meg kell jegyezni, hogy azért főleg a kanadai válogatottban nem csak centert, hanem kapás oldali játékost is játszik, és ez nyilván azért lehetséges, mert egészen jó keze van. Ugye onnan is szokott bejárni centerbe, úgyhogy azért tőle nem lett volna egy meglepetés, ha esetleg onnan belövő. Igen, jó mozdulat volt, szép mozdulat. Csacsoszki
Burján. Burján a jó passzal. De Szedlmájer szépen visszaérkezett. Paul elfáradt. Paul kicsit cserét kér. Lassan megy ki. Igen, nincs bent senki, aki cserélne el. Úgyhogy ember hátrányban jelenleg a Fradi támadás közben. Jaksics érkezik, de még félpályára se tart, mikor 9 másodperc van a támadásból. Kuntulisze tudtan nem találja el a kaput. Igen, és az OSC is cserél, és Lévai Márta nagyon rutinosan lassan végezte el a kidobást. Így nagyjából nem is veszít időt az OSC. Van Hert Burján. Nagyon nagy a tömörülés a Fradi kapuja előtt, nehéz megjátszani center. Maró vállalkozik lövésre, de elkerül a kaput. Én az előző mérkőzésen egy hasonló helyzetből lőtt nagyon szép gólt. És most Fogel Somától láthatjuk azt a rutint, amit előbb Lévaitól. Minél lassabban így van, de hát a szabály ezt nem tiltja. Teljesen helyesen. Báne Mitrovics, a szerbek olimpiai világ és Európa hálóra tudta előadni azt, hogy szinte hátrafele úszva ment a labdáért. Kettős ember előny lesz. Jaksics egy Oscar díjat is kap, de egy 5 méteres mindenképpen. Hát ez egy fura helyzet volt, kettős ember előny alakult ki, kettős for. Aminek valamilyen oknál fogva Jaksics nem akarta belőni, ezért kapott egy 5 méterest, Zalánki. Jó magam, egy balkéz magas tippelek. Te Zoltán? Lévai balkezéhez? Így van. Én szerintem akkor az ellentétje jobb kézlapos. Te nyertél. Illetve az OSC is. Viszont az OSC járt jól, mert a kapufán csattant a labda. Vigyázz, víz alatt. Szedl már hintába. Jaj, de szerencsétlen volt Burján. Burján szépen hintába ütette Szedl már, de a labdát elhagyta. Amit Szedlmájer furfangosan visszaszerzett. Jaksics. Igen, és a Ferencvárosnak most nagyon sokat fizethet, ha sikerül beadni a labdát centerbe is Szilárdi Kristóf bekkel. Jaksics középről, Lévai a levegőben úszva. Sarokdobás. Igen, de jól látom, ez nem is véletlen, hogy Szilárdi bekkel is most... Szándékosságot? Igen, mivel hogy most nem lenne lehetőség az OSC-nek cserélni back pozícióba, és hát nem. Bár hogyha a táblára nézzük, érthető is, Szilárdnak még nincs kiállítása. Hát igen, az... Minden bizonnyal az OSC ezt felvállalta, hogy most legyen sikerült egy ember hátra. Sikerült is bejátszani, és kiállítás is az eredménye. És Varga Zsolt edző úgy érezte, hogy időkérésre van szüksége, ezt a Ford szeretné hát rendezett csapatra játszani. Ezt az emberelőnyt sikerült értékesíteni, akkor azért 6-1, nagyjából 10 perc tiszta játékidő van, és úgy, hogy nagyon stabil a védekezésük, ez kulcsmomentum, és én ilyenkor mindig nagyon-nagyon nagy érdeklődéssel várom, hogy milyen emberelőnyös megjátszást választ a Ferencváros, hisz most ugyancsak egy balkezessel állnak föl, de két ilyen balkezessel, Varga Dénessel és Jáksicsel a falban nagyjából, ha jól csinálnak mindent, az tényleg levédekezhetetlen. Vámos. Puntulis. Varga. Vigvári. Puntulis. Vikári húzásra. Nagyon szép technikai megoldást láthattunk Nicolas Constantin Vicaritól, hisz a húzás ez nem egy könnyű
könnyű műfaj, főleg, hogyha előtte azért képletesen szóval azért verik az embert. Úgyhogy ezt szépen megoldották. Erdélyi. Erdélyi visszakapja Burjántól. Manherz Erdélyi. Manherz szerez kiállítást. Funtulis. Kiállítva Salamon, Manherz. Burján. Erdélyi. Salamon. Vámos blokkja volt jó helyen. És már jól megszokott ferencvárosi blokkok. Vámos szépen centerbe, de Várnai várta a beadást. Igen, Várnairól nem sokat beszéltünk az előző mérkőzéseken, illetve mai napon talán még semmit. Nagyon-nagyon nagy munkát végez, és tényleg amióta az OSC-ben játszik, nagyon megtalálta a helyét. Varga Dani nagyon jól tudja használni, akár elől, akár hátul. Nyilván ő elsősorban egy védőjátékos, viszont már akár Szolnokon, vagy akár a BVSC-ben is megcsillogtatta. Hára egy gyönyörű csavarra, elnézést, hogy félbeszakítalak. Semmi gond, azt a tudását, hogy ő elől is nagyon komolyan le tudja fárasztani az ellenfélnek a centereit, illetve egyszer-egyszer villanni is tud. Ahogy villant például a Vasas elleni első mérkőzésen, ahol ő szerezte a döntetlen térő gólt. Pontosan. Manherz a sarokdobás után Csacsovszky. És most is láthatjuk, hogy Végvári Gendellel próbál pozíciót fogni másik centerben. Erdély kicsit talán könnyelmű passzát Szedlmájer szemfülesen tette magáévá. 6-1, 2 perc hátra a harmadik negyedből. Csacsovszky mögé érkezik a passz. Hát a Varga Dénes keze kín van, akkor nincs semmi. Csacsovszky két keze kín van, az viszont 5 méteres. Ez a mai ábra. Jansik szerezte az 5 méterest. Úgy látom, Végvári érkezik. Igen, a Ferencváros nagyon szépen elosztják az 5 méteres lövéseket, és érdekes, hogy nem csak és kizárólag Varga Dénesre hárul ez a teher. Karma megoldja, és Végvári kapufára lövi. Marad a 6-1, továbbra is 5 gólos Ferencváros vezetés. A második kihagyott 5 méteres a Fraditól, és a harmadik a meccs során, hiszen Manherz is hibázott egyet. Salamon középen. Illetve Zalánki is hibázott egyet. Bocsánat. Manherz röviden centerbe, Erdélyi. Ez is kiállítás. És Varga edző, ugye a mai estén mondani kell Varga Dániel edző, hiszen mindkét edző Varga. Varga Dániel edző is kikéri az első idejét. Ugyancsak pszichológiailag fontos pillanat. 1 perc 18 van hátra a harmadik negyedből, amikor az OSC az eddigi teljes meccs során csak egyetlen gólt tudott lőni. Ezen szeretnének változtatni, és Varga edző átgondolja, hogy milyen felállásban kell ezt megjátszani. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Leisure Leagues támogatását a mai közvetítéséhez. Mai közvetítéshez, élő közvetítéshez nem jött volna létre nélkülük ez ma este. Arra a játékvezető Lévainak a passzal, Lévai játékot elkezdi, Manherz, Burján, Erdélyi, Manherz, Salamon, Erdélyi, bocsánat, Burján, Burján adta fel Erdélynek, Erdélyi. Egy újabb remek blokk a Ferencváros részéről. Funtulis, Szedlmájer.
Mikár érkezik keresztbe, és cserél a labdát hátulról. Egy támadó idő van hátra, 30 másodperc pont, 25 az órán. Erdélyi. Van Hertz. Van Hertz Erdélyi. Végvári szerez labdát. És Jasics nem tudta fölvenni a labdát. Ezzel 6-1 a harmadik negyed után. Közvetítés fő támogatója a Leisurelix. www.leisurelix.hu. Közvetítés fő támogatója a Leisurelix. www.leisurelix.hu. És az utolsó játékrész OSC labda elhozatala kezdődik. Csacsovszky volt a gyorsabb most, Végvár jelenében. Ez az OSC most center nélkül próbálkozik? Így van, egy valami mozgásos játékkal. Csacsovszky hátul, Salamon. Erdélyi. És oldalháló. És egy újabb low block. Fogel Funtulis. Zalánki. Zalánki szép lövése. Igen, és a kapuban már Dévai Kristóf az OSC részéről. Amit mindenképpen meg kell említeni, hogy ez nem annak szól, nem Lévai Márton teljesítményének, hisz én azt gondolom, hogy a 6 kapódból a Ferencváros, hogy 3 év alatt ez teljesen nem úgy vállalható, hanem bravúros. Viszont nem árt, hogyha Dévai Kristóf is beleszagolhat abba a légkörbe, amit egy bajnok jelöldönt tud nyújtani. Illetve hát ne felejtsük el, hogy szombaton Európa Kupa visszavágott játszik az OSC hazai pályán a Szolnok ellen, és ott bizony nagyon nagy szükség lesz egy excellent teljesítő Lévai Mártonra.
Salamon szerez kiállítást centerből, Vikári nem adja vissza a labdát. Csacsovszki. Már a műsor közben azt mondja, hogy kék hetes, de igazából zöld csapkában a Ferencváros. Kicsit anakronisztikus, erdélyi. Vízilabda szabálya szerint kék és fehér sapkában játszanak. Burján törkapura. De nem tudja helyezni a labdáját. Vikári nagy lövése, elkerül a kaput. Csacsovszki. Burján. Salamon. Salamon nagy lövés. Salamon Ferenc egyéni megoldása. Kettő. Hát igen, ilyenekből kellett volna több, illetve ilyenekből lesz majd szükség többre a következő mérkőzéseken, de hát igazából ezt nem csak mi látjuk, hanem ezt ők is biztos tudják, és hát nem könnyű, hogyha a világ egyik legjobb csapatának védelme ellen kell maradandót alkotni. De minden esetre így a mérkőzés vége felé ez egy nagyon-nagyon szép gól volt. Jaksics, Varga Dénes. Jaksa jön közelebb, Varga. Varga fölé. Igen, ő is érezte, hogy egy picit elhamarkodt, elnézést is kért a mellett álló Nikola Jaksicstól. Tempó előnyben érkezik Buncsuk. Viszont Vígvári nagyon jól zár vissza. Várnai. Csacsovszki. Várnai. Hát azt kell, hogy mondanom, hogy ez egy szép visszasegítés volt, tehát talán az OSZ-nek most sikerül egy gyors gólt lőni ebből a támadásból, akkor még érdekessé válhatna a találkozó. Szilárdi. Ez csak egy szabad dobást ért, Salamon. Csacsovszki. Egy hatalmas bundzsuk alapács. Márai. Vigvárit küldi ki. Salamon. Varga edzője már időt kért. Az időkérés úgy ítéltetett meg, hogy már hamarabb a lövés előtt megtörtént. Ez az, amikor szerencséje van az edzőnek. Ha ebből gól lett volna, ez kényelmetlenebb helyzet, de még a lövés előtt időt kért az OSC, így a lövés már nem számított, ha bement volna, akkor sem. Kis játékosok a vízben. Talán az utolsó szalmaszál, matematikailag még, de Ferencváros jelentős előnnyel várja a mérkőzés utolsó 4,5 percét. 5 góllal vezetnek. Vigvári nem hagyta fel a medencét. Dévai. Erdélyi. Burján.
Van Herz. Burján. Burján szépen középre. Hát és ez egy elátkozott teste, amikor ez sem megy be. Az OSC részéről mindenképpen, a Ferencváros részéről pedig Fógá parádéja. Még nagyon szépen ott maradt Tóth Márton. Varga ijesztegetett, próbálta Jaksicsnak tovább játszani, de aztán végül a sok ijesztegetésből fölé lett. Marad a 7-2. Burján. Erdély. Salamon, nagy lövés, ez is kapufa. Hát igen, és nagyon-nagyon meg szeretném dicsérni Manerc Krisztiánt, illetve ugyan most csak Manerc csináltam a helyzetet, de Erdély Balázs és Manerc Krisztián elképesztő mezőmunkát végez. Rengeteget indul be emberrel, próbálják megteremteni a lehetőséget a társaknak, hisz azért őrájuk jobban figyelnek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ők ketten ma nagyon-nagyon elfáradtak. Salamon. És most is Manerc nem áll meg. Buncsuk. Bundi nagy lövése. Tóth centerben. Erdélyi. Manerc megint megy. Beindulás, vissza, ugrás. Ez is egy szokatlan jelenség, hogy Burján rossz posztad. És kikéri az a Fradi is a második időkérését. Szeretnék megköszönni a Leisure Leagues-nek a mai támogatást az élő közvetítés létrehozásához. És talán most Varga Dániel döntött úgy, hogy ez a mérkőzés már elment, és lehetőséget ad mindenkinek, aki ezen a találkozón kevesebbet játszott. Úgyhogy most már vízbe van az OSC fiatal tehetséges sajátnevelési játékos, a Rácz Máté. Rácz Máté 2002-es születésű, és már egy pár OB1-es mérkőzésen szerepelt idén a felnőtt csapatban. Így van, és hát beszéljünk egy kicsit az OSC utánpótlásáról, hisz ugyan az ifi csapatuk nagy küzdelemmel, de 2-0-es vereséget szenvedett az Egertől, viszont a gyerek és serülő csapat pedig a hétvégén döntő mérkőzést vív a legjobb 8 hozzékerülésért az egriekkel, és komoly sanszuk van arra, hogy bejussanak a 8-as döntőbe, úgyhogy ezúton is sok sikert kívánunk nekik is, illetve hát az egrieknek is, ha már így megemlítettük őket. Kuntulisz, Jaksics. És Dévai Joe nagy védéssel. Vikári tudta elcsavarni Buncsuk öleléséből. Dévai a helyén volt. Egy perc, 45 másodperc hátra a mérkőzésből. Szilárdi. Buncsuk. Szilárdi. Dalaúszik keresztbe Várnai a labdával. Várnai nagy lövéssel, de elakad. Úgy látom, Várnai lövésének a végén a lecsapódó keze Jaksics fejét találta el. Igen, szerencséje volt Jaksicsnak, hogy nem lendül tovább az akar, ebből egy komoly orrtörés is lehetett volna. Ami ráadásul teljesen vétlen szituáció volt, úgyhogy még szándékosságot nem is lehetett volna vélni benne.
Dávid hiányozta a bal kezüket az OSC-ből, a bal kezeseket. Ugye Rácz Máté bal kezes játékos, tehát egyel többen vannak, így az a jobb oldalon. És lehet, hogy lesznek is lehetősége kapura lőni. Akár még az is előfordulhat, Várnai centerben. De víz alatt. Hát nagyon kíváncsi leszek a következő mérkőzésre, és leginkább arra, hogy az OSC hogyan tudja összeszedni magát. Hisz most egy nagyon komoly falba ütköztek a Ferencváros részéről, és egy nagy dicséret nekik, hisz. Ezt tényleg az előző mérkőzés óta nagyon bekeményítettek. És hát tényleg sok sikert az OSC-nek a Európa Kupa döntő visszavágóra. És ezzel le is pörög a mérkőzés. Még egyszer köszönjük a Leisure Leagues-nek. Bár van még 6 másodperc, igen, ezt lejárt az idő, de van még 6 másodperc. Köszönjük a Leisure Leagues-nek a támogatást a mai estére, a nézőknek a nézést, és az M4 sportcsatorna képernyői láthatók a többi meccsek, úgyhogy idénre ezzel több mérkőzést nem közvetítünk. Köszönjük szépen, a viszont hallásra, viszont látásra, szervusz Dávid! Viszont látásra! Közvetítés fő támogatója a Leisure Leagues. www.leisureleagues.hu. We'll be right back.
közvetítés fő támogatója a Leisure Leagues. www.leisurelix.hu